Már zajlik a folyamatos mesemondás a 60. Grassalkovics kastély díszkertjében. A Meseszó Egyesület és a Csürdöngölő Kulturális Egyesület világrekord kísérletéhez több mint 150 ember csatlakozott, akik a tervek szerint csak nem 100 órát töltenek meséléssel. Pintér Zsolt, a Meseszó Egyesület alelnöke elmondta, az akcióhoz bárki csatlakozhatott, csupán egy feltétel volt, a résztvevőknek élőszóban kell népmesét mondani. Hadd csípjék agyon a darazsa! A 46. órája zajlik már a jurtában a mesemondás. Folyamatosan, éjjel-nappal, az első éjszakán mi kezdtük. Nagyon-nagyon izgalmas, ahogy egymásnak adják a mesemondók a meseszót. Lökik ki egymást szinte a mesemondó székből. Még nem hallottam olyan mesemondót, aki ne úgy ment volna, hogy még egyet mondtam volna. Hozzátette, annak érdekében, hogy a mesemondást még izgalmasabbá tegyék, éjszaka hosszas tündér és varázsmeséket mondanak. A világrekord kísérlethez határon túlról és külföldről is érkeztek vendégek, így angol meséket is hallhatnak az érdeklődők, illetve a környékről is rengetegen jelentkeztek. Az esemény célja, hogy felhívja a figyelmet az élő szavas mesemondás fontosságára és a mesei szöveg folklór gazdagságára. A világrekord kísérlet a tervek szerint szeptember 11-én a 7-7-60 Népmesefesztivál gála koncertje előtt ér véget.